1964. augusztus 13-án játszották le azt a mérkőzést, ami Félegyház a sport életében a mai napig az egyik legnagyobb teljesítménynek számít. A Magyar Kupában a már akkor is nagy múltra visszatekintő MTK volt az ellenfél, a tét pedig a legjobb 16 közé jutás volt. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult, ami azt jelentette, hogy a Vasas kiütötte a kupából a fővárosi csapatot. A Honvéd sporttelepen megtartott ünnepségen felidézték a mérkőzés legemlékezetesebb pillanatait, majd Kapus Krisztián Félegyháza polgármestere emléklapokat adott át a játékosoknak. Sain Dezső szerezte a Vasas első találatát, mint mondta, még ma is pontosan emlékszik arra a pillanatra, amikor az edző arra kérte, ő rúgja a megítélt 11-est. Véleménye szerint a mai fiatalok is példát vehetnek a teljesítményükről. Arra szeretném fölhívni a Félegyháza labdarúgással foglalkozókat, edzőket, vezetőket, hogy vegyél példát a mi esetünkben, 19 évesek voltunk 5-en, a 11-ből az MTK berőve 5-en voltunk, 19-20 év alatt. Nem látom a mai fiatalok, hogy lelkes, ha itt lennének a csapat körül, vagy olyan játéktudást szednének föl 18 éves korukról, hogy az már nagy csapatba beférjen. A mi példánk bizonyította azt, hogy ide igenis érdemes volt a fiatalokra építeni. A második félegyházi gólt Sánta Gábor szerezte. Távoli kapáslövése még kipattant a kapufáról, de a második próbálkozása már eredményes volt. 5000 néző ünnepelte a történelmi találatot. Sánta Gábor szerint erős közösséget alkotott a kiváló játékosokkal felálló Vasas. A Petőfi Sándor gimnáziumban nevekedett majdnem mindenki. Akkor nyertük meg az országos középiskolás bajnokságot, és Jasu bácsi jó személy edző volt, aki leigazolta az egész csapatot. Volt már köztük olyan, aki én is például már játszottam akkor. Jó mérkőzés, kedves szurkolók! 61-ben, MB3-ba, a Vasas színeibe, de ez a csapat, ez nagyon együtt volt. A Vasas korábbi játékosai egyetértettek abban, hogy a mai magyar labdarúgás, különösen az utánpótlás nehéz helyzetben van. Szükség van korszerű pályákra, de a fiatalok hozzáállásán is változtatni kell. Véleményük szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a mai futballistáknak nincs erőnlétük. Sain Dezső és Sánta Gábor szerint a képzési struktúrát teljesen át kell alakítani, annak érdekében, hogy a város és az ország labdarúgása ismét olyan eredményes legyen, mint 50 évvel ezelőtt.